Hatodik. Véleményed szerint mi az a dolog, találmány, ember, stb., amiről a világon mindenki tudja, hogy ez magyar dolog, találmány, ember. Mondhatsz többet is. Először is én azt mondanám, hogy Rubik Elnő. Ő a Rubik kocka feltalálója, és szerintem mindenki a világon ismeri a Rubik kockát. Másodszor a hologram. Gábor Dénes találta fel a hologramot, és szerintem mindenki ismeri. És harmadszorra Puskás Ferenc, a labdarúgó, vagyis focista. Mindenki ismerte az ő nevét. Hát elsősorban is a Rubik kockát mondanám, aminek a feltalálója a Rubik Elnő. Szerintem alig van olyan ember, aki nem ismeri a Rubik kockát. Emellett van egy olyan hétköznapi tárgy, amit szinte minden nap használunk. Ez nem más, mint a golyóstól, Bíró László találmánya. Hát a Rubik kockát és a C-vitamin szerintem mindenki ismeri, és Bartók Béla zeneszerzőről is sokan tudják, hogy magyar. Hetedik kérdés. Ha azt mondom C-vitamin, mi vagy ki jut eszedbe? Először is eszembe jutott Szent Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezője, másodlagosan pedig a híres szegedi paprika, amiből tudósunk kinyerte a C-vitamint. Nekem Szent Györgyi Albert jut eszembe, hiszen ő találta fel a C-vitamint, amit ma világszerte sokan ismernek és használnak. Nekem Szent Györgyi Albert jut eszembe, ő nyert Nobel-díjat a C-vitamin miatt. Egyébként a legenda úgy szól, hogy a felesége adott neki paprikát, de ő nem szerette, szóval inkább elvitte a laboratóriumba kísérletezni. Nyolcadik kérdés. Szerinted mi a legszebb évület Budapesten? Miért tartod ezt a legszebbnek? Hát a kedvencem a parlament. Kívülről csodaszép. Én már belül is voltam, és ott is nagyon szép minden. Amikor Budapesten vagyunk, gyakran elmegyünk mellette, és megállapítjuk, hogy milyen szép. Én szerintem a bazilika, mert kívülről és belülről is szép. Mindig, mikor ott járunk, akkor minden évben ott fotózkodunk előtte, és egy évben fel is mentünk, és onnan gyönyörű a kilátás. Egyébként ott házasodtak meg a nagyszüleim és a szüleim is. A kedvenc épületem az Országháza, más néven a parlament. Ez a hatalmas épület Magyarország legszebb építménye. Volt szerencsém belőle is megcsodálni. Mondhatom, előre is ugyanolyan meghökkentő, hanem még jobban is. 9. Neked mi a legszebb magyar dal? Lehet ez népdal, vagy akár sláger is? Én szerintem a Tavaszi szelet mondanám. Az anyukám ezt nekem mindig énekelte, és egyszer a Melbourne-i osztályomnak is megmutattam ezt a dalt, és el is mondtam, hogy miről szól. Az érdekesség az, hogy a Queen énekese, Freddie Mercury, 86-ban elénekelte magyarul a Tavaszi szelet az egyik koncertjén. Ami a legközelebb áll a szívemhez, az a dal, aminek a címe Egy szabad országért. Ez Magyarország eddigi sorsáról szól. Ebben a dalban fontos szerepet játszik a magyar emberek szeretet kinyilvánítása az ország felé. Hát sok kedvenc magyar dalom és slágerem van, de talán kettőt különösen szeretek. Az egyik az Ismerős arcok nélküled című száma. Azért szeretem nagyon, mert Magyarországról és magyarokról szól. Nézz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk.
mi egy férből való vagyunk. A másik szám Charlie címe Könnyű álmot hozzon az éj. Ez az egyik kedvencem, anyukám ezzel áltatott el babakoromban. Tizedik kérdés. Ha egy szóban mondhatnád el, hogy mit jelent az, hogy magyar, mi lenne az az egy szó? Hát ez egy elég jó kérdés volt. Az az egy szó a nyughatatlan lenne. Ebben az esetben a haza iránti szeretetre asszociálok. Hát talán az, hogy nép. Az én népem. Vagy a népem. Hát én... beszélem a nyelvet, tudok írni és olvasni magyarul, mindig hazautazunk, tanulom a kultúrát, és hát egy része vagyok a magyar genetikából. 11. kérdés. Ha most hirtelen egy ügylén jelenne előtted, aki sohasem hallott arról, hogy Magyarország, hogyan mondanád el neki, hogy hogyan képzelje el? Azaz, te hogyan látod Magyarországot? Hogyan írnád le egy ügylénynek? Magyarország a földön egy nagyon szép európai ország, gyönyörűek a városok, a falvak. Itt, ha körbenézel, látod, hogy milyen szép minden. Az emberek többnyire kedvesek, és szívesen fogadnak látogatókat. Rengeteg szép hagyomány él még ma is Magyarországon. Igaz, hogy kicsi ország, és nagyon kevesen beszélik a magyar nyelvet a magyarokon kívül, de én nagyon szeretek itt élni, és büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Én úgy mondanám el neki, hogy Európa közepén egy kicsike ország, ahol egy furcsa nyelvet beszélnek, amit csak ők, a magyarok értenek. Nagyon finom kajájaik vannak, és sok tejfölt használnak a főzésben. Nagy kultúrájuk van, és sok szép hely van Magyarországon, mint mondjuk a Balaton, ami egy óriási tó. Majd te is gyere el és nézd meg! Ez szintén egy érdekes kérdés. Legfőképpen úgy írnám le, hogy egy sönyörű, sorsú kis ország hatalmas lélekkel. Ezennel az interjú végére értünk, remélem mindenkinek tetszett. Szerintem tök érdekes volt látni, hogy néha mennyire ugyanazt válaszoltuk, és néha mennyire mást válaszoltunk. Megint meg szeretném köszönni Barbinak és Tamarának a közreműködését. Sziasztok!